Bartók Béla zeneiskolában, itt Bonyhádon, Ányos Andrea tanárnővel tanítjuk a szolfést, zeneelméletet, zeneirodalmat. Mi vagyunk azok, akik elsőként találkozunk a gyerekekkel. Itt kezdődik a zenei tanulások, zenei pályafutások. Amit az imént láttak, egy részlet abból a kis filmsorozatból, melyet a Bartók Béla zeneiskola készített. A filmeket heti rendszerességgel teszik majd fel a legnagyobb közösségi oldalra. Ezzel szeretnénk népszerűsíteni az iskolát, és az összes tanszak bemutatkozik. Keddenként egy olyan videó lesz mindig fent, amilyen komolyabb, hogyha zenészek, akkor ebben a szép hangversenytermünkben előadnak egy darabot az ügyes diákjaink. Péntekenként pedig egy élményszerűbb, egy viccesebb, egy mókásabb videó lesz, amiben megjelennek a tanárok is, és diákok is, és ott bemutatjuk az adott tanszakot. Az ötlet abból a feltevésből indult, mondja Bérce Semese, hogy folyamatosan népszerűsíteni kell az iskolát. Bár a zeneiskoláról mindenki tud, arról, hogy abban milyen munka zajlik, vélhetően kevesebben. Sokan azt hiszik, hogy ez is egy ilyen nagyon komoly iskola, persze komoly iskola, de hogyha gyerekközpontú egy iskola, akkor a miénk az mindenképpen az. A zeneművészeti képzésen egyénileg foglalkozunk a gyerekkel, és ott tényleg van idő arra, hogy velük foglalkozunk, hogy ő hogy nyúl a hangszerhez, de tényleg vele foglalkozunk, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik. A modern tánc részben is ott is a mozgás, az is nagyon fontos szerintem. A művészeti iskolában a néptánc tagozatunk is, ott ugye a hagyományőrzés is a mozgás mellett nagyon fontos, és a grafika is olyan gyönyörű képeket csinálnak a gyerekek, és nagyon élvezik, rengeteg pályázatuk van. Tehát hogy bemutassuk, hogy ez egy nagyon jó iskola. Az iskolában a zongora mellett számos más hangszert is lehet tanulni. De külön van népzenei tanszék is, sőt olyan hangszereken is lehet gyakorolni, melyeket a könnyű zenében használnak inkább. Akinek pedig énekelni van kedve, arra is van lehetőség, igaz, itt érdemes megvárni azt az időt, amikor túl vannak a mutáláson, mondja Bérce Semese. Ebben a járványhelyzetben mindig vártuk azt, hogy a második hullám, most már a harmadik hullámban vagyunk benne, hogy hát, ha tudunk nyitni, hát, ha tudunk nyílt napokat tartani, mert minden évben van a tánctagozaton is nyílt nap, és nálunk is hangszerbemutatók is vannak. Hát én mindig bízom abban, hogy hát, ha lehet még hangszerbemutatót tartani, mert az óvodásoknak és az általános iskola első két év folyamában járó gyerekek szeretnék megismertetni a hangszerekkel, de nem biztos, hogy eljutnak ide, nem biztos, hogy be tudnak menni egy órára megnézni, mert hát ugye a járványhelyzet nem engedi. Viszont így, ezzel a néhány perces videóval így az összes tanszakkal, az összes hangszerrel megismerkedik, és hát ha beleszeret, és reméljük, hogy tényleg beleszeretnek sokan. A bemutatkozó videók június elejéig folyamatosan kerülnek majd fel a világhálóra. Akinek pedig ezek alapján kedve van a zeneiskolába járni, a nyári szünetig be is iratkozhat.